Jó estét kívánunk! Elérkezett a 2020-as évvége és az évtized vége is. A Sárvári Televízióban egy rendhagyó retro szilveszterrel jelentkezünk. A járványhelyzet miatt idén elmaradt az évembere szavazás, elmarad az újévi koncert, és nem hívtunk vendégeket sem évzáró műsorunkba. Két dolog azonban nem fog hiányozni. A jókedv és a nosztalgia. Erről két kollégámmal, Cupor Szilviával és Pajor Andrással gondoskodunk. A műsorunk végén pedig Kondora Istvánnak, Sárvár polgármesterének újévi köszöntőjét hallhatják. Az idei évet a vírus koronázta meg, nem sok jót hozva a világra és városunkra. A maszkviselés és az elzárkózás mindenkire hatással volt. Karácsony közeledtével a józanész elvesztése a Nádasdy Kulturális Központban is megtörtént. Kedves sárváriak és mindazok, akik Sárváron szeretnének ingatlant vásárolni. Kérem, hallgassák meg a következő 5 percben azt az ingatlan ajánlatot, amelyet azt gondolom, hogy nem tudnak visszautasítani. A végén meg fog jelenni egy számlaszám, arra az előleget kérem, utalják át, és a telefonszám, amelyet nem fogunk elmondani, de egy logikai rejtvény révén megismerhetnek, lesz a nyertes telefonszám. Kérem, ezt hívják föl, és mondják azt, szeretnék itt lakni Sárváron, a legszebb városban, a Nyugat királynőjében. Az érintett ingatlant keresni kezdték a város vezetői is, ez még most is tart. Ezért évzáró műsorunkban sem számíthatunk rájuk. Idei szilveszteri adásunkhoz így leporoltuk a harmadik évezred második évtizedének eddigi évzáró híreit, és vírusmentesen közreadjuk azokat mai műsorunkban, mint egy görbe tükröt állítva az elmúlt évtized elé. ...2014-ben 3 választás is volt hazánkban. A szilveszteri híradót is ez határozta meg akkoriban. Skandináv télszakértők segítették a város adventjének a sikeres megszervezését. A kampány során a pártok vezetői klónozták magukat, hogy minél több helyen legyenek egyszerre jelen. A Sárvári TV megtalálta és bemutatta a másik eredeti Kondora Istvánt. Jelentős esztétikai értékkel gyarapodott a belváros. Egy új szoborcsoport került felállításra a Nádasdy vár előtt. Egy várost találtak a polgármester szívében. A példátlan kardiológiai és urbanisztikai felfedezést a város országgyűlési képviselője jelentette be. Elköltözött a múzeumból a Huszár kiállítás. Nem a kiállítás helyszíne, hanem az időpontja változott meg. A tárlat ezentúl 1872-ben tekinthető meg a Sárvár annó segítségével. Jó estét kívánok! Önök a Sárvári TV 2 hírek majdnem éjfélkor című adását látják. Nézzük szilveszteri híradónk tartalmát. Finn télszakértők jártak Sárváron. Izasztó helyzetben a polgármester névrokona. Új szoborcsoport áll a vár előtt. Egy várost találtak a polgármester szívében. A múzeumban újra értelmezték a Sárvár annót. Az év kimaradt riport pillanatai. A Posta tér adott otthont a város idei adventi rendezvényeinek. A színes forgatag színvonalának emelésében két skandináv télszakértő is részt vett. A téli időszak fő látványossága a városba érkezett két finn vendéghóember volt. A Magyar Turizmus ZRT szervezésében és a Norvég Alap támogatásával létrejött bemutatón a helybeliek megismerkedhettek az észak-európai szokásokkal, és a két hóhányó felisültette a magyarokat. A két skandináv idegenforgalmi fagyszakértőtől azt kérdeztük, hogy mik voltak első benyomásaik városunkban.
Se oli raskas hetki, mut heti päätettiin, että... Tudjuk, hogy a finn és a magyar rokon nyelvek, de nekünk itt úgy tűnik, hogy a magyarok sem beszélnek egy nyelvet. Sokan jönnek, mennek a téren és hallgatjuk őket. Még az időjárásban sem tudnak megegyezni. Egyesek szerint fagyos a hangulat. Mások meg azt mondják sugárzó arccal, hogy minden a legnagyobb rendben van. Munkaidőnk végeztével néha bekapcsoljuk a tévét, és nézzük, hogy az ország nagy főterén mennyi tüntetés van. Azt nem értjük, mit akarnak, csak azt látjuk, hogy a végén hazamennek. Mi azt élvezzük, hogy ezen a téren rend és nyugalom van. Bár az egyik este valaki a fülembe súgta, hogy vigyázzunk, mert ha visszajönnek a kommunisták, akkor vissza fogják csinálni a tér helyén a ruszki temetőt. Nálunk lassan véget ér az évvégi ünnepek sora. Búcsúzóul azt tudakoltuk finn barátainktól, hogy hol lesz következő missziós állomásuk. Kimmo Timonen itki, Sami Salo itki. Igen, lassan eltoljuk innen a szánkunkat. A norvég alap segítségével a következő állomáshelyünk az afrikai Nigériában lesz, ahol ebolás szülők árváit fogjuk vigasztalni. Azért minket választottak, mert ránk nem hat a vírusfertőzés. 6 olimpiakisat, 4 mitalli, mutta se ei varmaan ole mitään verrattuna siihen, mistä sä nyt puhut. Izgalommal várjuk az új kihívást, de valami rossz előérzetünk azért van. Ugyanis nem szóltak a központból, hogy milyen idő lesz. Állítólag ott sokat süt a nap. Az interjú elkészülte után kaptuk a szomorú hírt, hogy az új afrikai állomáshelyükre történt megérkezésük után nem sokkal eltűnt a 2 hóember. A környék egyetlen szakadár terrorcsoportja sem erősítette meg az emberrablás tényét. 2014-ben 3 választási kampány is volt hazánkban. A kampány során a pártok vezetői klónozták magukat, hogy minél több helyen legyenek egyszerre jelen. A polgármester jelöltek utak mellé másolták magukat, és begyűrődtek a postaládákon keresztül a lakásokba is. A választás véget ért, a plakátokat levakarták, a szórólapok a szemétbe kerültek. A Sárvári TV2 azonban megtalálta, és bemutatja a másik eredeti Kondora Istvánt. Sorsa az 5 csillagos szenvedés a Spirit Hotel föld alatti forró kínzó kamrájában. Nem a névazonosság miatt került oda, önként vállalta sorsát. Az izzasztás bajnoka, a hangulat forrósítója. Nem kohász, nem üvegfúvó, ő a szaunamester. Ez egy nagyon különleges hely, szóval a szauna az, annak van egy varázsa. Az ember szeret szenvedni, és itt az ember lenyugszik a stresszoldást szerintem a legfontosabb jó tulajdonsága a szaunának. Úgyhogy itt az ember kifújja a gőzt, kicsit elfárad, felfriss, újjászületik, mikor kijön, pláne mikor belül medencséből, 16 fokos vízből kijön, hát az egy frenetikus élmény. Úgyhogy nagyon jó krémek vannak, illatok vannak, ezek a zene van, mikor felöntések vannak, szeánszok vannak. Egy különleges hangulatot ad az egésznek, ez az egész. Hogy válik valaki mesterévé, bajnokává a szauna kezelésnek, működtetésnek, és az ember hogy kerül a szauna közelébe, nem mint vendég, hanem mint szauna mester? Sos, ez az ember vagy nagyon megszereti, vagy nem szereti meg. Én imádom, szóval én napi szinten nyűzöm, és imádom csinálni. Nagyon fárasztó, nagyon kimerítő, de minden esetre nagyon, nagyon jót tesz az ember. Hogy az élettani hatásai nagyon jók, borzasztó jók, és a vendégek imádják, és ugye amit adok, az vissza is kapok a szeretetet, és a hangulat az mindenért a kárpótol minden, szóval nagyon jó. A vendégek hány százaléka ismeri veszélyigénybe a szaunaszolgáltatást? Ki nem fél a pucérságtól, meg a ráváró kellemetlen kínoktól? Hát ez a szaunamester feladat, hogy itt a feszül, ezeket a dolgokat oldja, mert azért egy természetes dolog az, hogy valaki kicsit idegenkedik attól, hogy mesztelenkedjen. Itt nem kell mesztelenkedni, vannak szaunalapedők is ezt, és ennek van kultúrája, úgyhogy itt észre se vesszük azt, hogy valakinek van rajta ruha, van, nincs rajta, de viszont itt az a szabály, hogy lepedőbe kell szaunálni, és ez a
a higiéniai szabály, úgyhogy műszáros dolgokat nem szabad vinni a szaunába, ezek az alapvető dolgok, úgyhogy mindent lehet oldani, minden feszültséget, főleg humorral, meg szeretettel, és aki kezdetben óckodnak ettől, a végére észre se veszik, hogy egyszerűen hozzá kell, minden vendéghez úgy kell viszonyulni, hogy ez így feloldja ezt a gátlást. Legnagyobb sajnálatunkra, ami a szaunában történik, az ott is marad. Az viszont nem titok, hogy a két névrokon régóta ismeri egymást. Az Istvánnal már legalább 40 éve ismerjük egymást. Én is táncoltam, ő is tanított engem táncolni, de még nagyon régen, ezelőtt 30 évvel, 35. Úgyhogy az akkori ismertség most is megvan, ugyanolyan barátok vagyunk. A politikus kondora megválasztását a másik kondora is megérezte. Évekig jöttek levelek, ugye parlamentből, innen-onnan, amonnan, hát én egyenesen vittem polgármesteri hivatalba, úgyhogy jöttek, szóval voltak olyan ilyen postai problémák voltak, de ezek hamar megszűntek, úgyhogy egy év alatt megszűntek, úgyhogy már tudta a postás, hogy nem én vagyok az a képviselő úr. Úgyhogy. Egy kérdés a végére. A másik kondora István fordult már meg szaunában? Itt a szaunában nem volt még, de ígéretet tett rá, hogy jön. Úgyhogy nagyon. Többször is volt a szállodában, csak még ugye nem volt ideje, úgy igazán wellnesselni szerintem, pedig ráférne szerintem. Akkor ezzel a meghívóval köszönöm meg ezt a kis rövid beszélgetést. Szívesen látom, és kicsit meg is főzöm. Azt üzenem neki. Jelentős esztétikai értékkel gyarapodott a belváros. Egy új szoborcsoport került felállításra a Nádasdy vár előtt. A maga nemében monumentális alkotás eredetileg a városvezetők sora nevet kapta. Ám egy nemzetközileg elismert kormánypárti politikus a kondora és követői néven tette ismerté a kompozíciót. A várhídja melletti mellvért előtt sorakozó 19 alakú szoborcsoportot még két választással ezelőtt rendelte meg a képviselőtestület. Azzal a céllal, hogy megörökítse az önkormányzat tagjait és főalakként a polgármestert. A gazdasági válság miatt csúszott a szobor együttes elkészülte, így csak az idei év során kerülhetett ki méltó helyére. A szobor sor érdekessége, hogy közben a testület létszáma 18-ról harmadával csökkent, de a térkialakítás miatt megtartották az eredeti darabszámot. Így került sor az ismeretlen képviselőjelölt és az ismert jegyző alakjának megformálására is. A részben szecessziós és eklektikus stílusban elkészült képviselőtestületi alakok, finom rajzolatú, míves vonal vezetése sejteti azok különböző politikai hovatartozását. Az arcot jelképező körvonalak, belső fel vagy lefelé mutató ívei jelzik a mosolyt és a bút a városatyák tekintetében. A demokratizmus vezérelte kísérő alakok, akik vélhetően a sakból véve a példát, a nagy csata kis gyalogjai lettek, ellenpontja a városvezető fő alakja. A tudással és hatalommal felruházott városvezető alakja önkéntelenül is tiszteletet ébreszt az arra járókban. Az oszlop fönn megismétlődik a mellékalakok arcát kifejező körszerű alakzat. Azonban itt már sokkal kidolgozottabban a magyar ősiség szimbólumává nemesedbe jelenik meg. Maradi Pál, nyugalmazott és felizgatott tanár kamerán kívül a Sávár TV 2 híradójának elmondta, hogy inkább gondoljunk vidáman a tér előtti szoborcsoportra, mint szomorúan arra, hogy egy röpke év alatt tették tönkre a várbejáratának addig megszokott látképét. Sárvár a közeli jövőben újabb szoborcsoporttal gazdagodik majd, de a Városképbizottság ígérete szerint a mostani kissé elnagyolt vagy minimalista ábrázolásmód helyett az alkotások sokkal részletesebbek és felismerhetőbbek lesznek. Egy várost találtak a polgármester szívében, a példátlan kardiológiai és urbanisztikai felfedezést a város országgyűlési képviselője jelentette be. A megdöbbentő bejelentést Ák Péter országgyűlési képviselő tette egy avatási ünnepség során. Ennek a bajszos bácsinak olyan nagy szíve volt, hogy elfért benne egész Sárvár. És ha már elfért benne, akkor más nem tudott tenni, mert hogy ezért tette, mindig ezért a városért akart valamit alkotni, valami olyan dolgot, ami előre mozdítja ezt a települést.
A polgármester már korábban is érezte, sejtette a szívében lakó várost, de ilyen nyíltan még nem szembesült a ténnyel, a benne élő Sárvárral. Egy gyors orvosi diagnózis megerősítette a hírt. Ettől a perctől kezdve a város vezetőjének a fejlődés érdekében állandóan erősítenie kellett magát, hogy lépést tarthasson a város növekedésével. Az idegenforgalmi bővítések terén olimpiai bajnok segítségét is igénybe vette. Máskor az alpolgármesternek kellett segíteni az edzés során az önerős beruházásoknál. A multifunkcionális csarnok érdekében a város sport és kulturális vezetői fogtak össze. A város első embere egyelőre jól bírja az illamot, azonban nagyon retteg egy esetleges ipari fejlődéstől, mert akkor majd feltehetően maratoni távakat is futnia kell majd. Elköltözött a múzeumból a Huszár kiállítás. Nem a kiállítás helyszíne, hanem az időpontja változott meg. A tárlat ezentúl 1872-ben tekinthető meg a Sárvár Annó segítségével. Nagy a sürgés forgás a múzeum folyosóin. A Huszár kiállítás költöztetése folyik. A tárolók anyaga nem térben, hanem időben kerül máshová. A pince mélyén egy aranykiállítása nem került tár segítségével tudta legyőzni az időt a múzeológus. A múzeum igazgatója ennek a ládának a fenekén találta meg az arany zsebórát, amely visszaröpítette a múltba. Ugye mikor ezt az egész órát én megtaláltam, nem tudtam, hogy miről van szó, és éppen amikor teljesen véletlenül derült ki, hogy ez egy fantasztikus szerkezet, és hát a leltározás folyamán egy apró kis mozdulat volt, és én másra találtam magamat. Ugyanabban a kis sarokban, ugyanabban a kis teremben csak épp egy nagy nyüzsgés volt, valószínűleg éppen ebédhez készülődhettek, nem tudom, és hát engem is ott egyből észrevettek, de úgy kezeltek, mintha mindig is oda tartoztam volna, és hát kiderült, hogy hát bizony a boldog békeidőkbe csöppentem vissza, és hát telt az idő, hát azért az óra szerkezet egy bizonyos tulajdonsága azért, hogy mulatja az időt, legalábbis mutatja az időt, és hát előbb-utóbb hát betagozódtam az ottani világba. A vár akkori lakói örülnek az új jövevénynek, mint mondták, legalább valaki hiteles tájékoztatást ad majd róluk. Mióta terjed a híre a csodálatos órának, jelentősen megnőtt a múzeum látogatottsága. Az érdeklődők hosszú perceket ácsorognak a kiállításon található időmérők előtt. Azt remélve, hogy elmehetnek innét valami jobbnak hitt korba. Azonban ez csak keveseknek sikerülhet. Aki itt maradt, az a sarvaranno.hu oldalon tájékozódhat a velünk élő múlt történéseiről. Végezetül néhány vágatlan, de most kihagyhatatlan jelenet következik riportjainkból. A heti híradók összehordásában közreműködő kollégáim nevében ezzel köszönöm meg egész évi figyelmüket. Viszontlátásra 2015-ben. Szóljál, hogyha kezdhetjük. Mehet is? Jó. Nekem most a szívviszterősorban, most nem kihátsz rögni, mert már jártak így páram velem. Mennyire különleges ez a mai erdei utavatás? Ez a szúnyog elmegy, igen? Igen, a szilveszteri kiadás. Jaj, de jó. Kis csípés az embernek, nagy csípése. A vérlátó mozgalomban történt. Jó, kezdjük ezt újra. A szezon vége felé egyszer még a harmadik hely elérésének reménye is fölcsillan, de ezt nem sikerült elérni. Hangod is van? Nagyon jó. És a reszét. Szilveszteri program megvan. A napon nagyon sok múlik. Tehát süt a nap, nem süt a nap. Nem kis változás épp azért, voltak edzőmérkőzések, köztük volt a Pandorfi meleg torna is, már azért az nagyon-nagyon meleg volt, és ott is... Reimola dob, Horváth András, hopp, ez a miénk. Nos, mindenki életben maradt, a kamerák is, úgyhogy...
Kívánok mindenkinek eredményekben és tejben gazdag boldog új esztendőt. Egészségükre! ...2015-ben a szilveszteri híradó születésébe is bepillanthattak hűséges nézőink. Az évtized közepén, az évvégi adásban több leleplezés is volt. Beszámoltunk arról, hogy mi történik akkor, amikor a polgármester véletlenül igazat mond. Láthattuk, amint a város országgyűlési képviselője bent ragad egyik szerepében. Kiderült az is, milyen hálátlan feladat Sárvár második emberének lenni olyankor, amikor már venni át a kormányrudat. Megtudtuk, hogy a Korda György Balázs Klári párosnak saját rajongói klubja van Sárváron. Helyet kaptak a híradóban amatőr és rutinos nyilatkozók is. Akkor annyira jól dolgoztunk, hogy elmondtuk a jövő esztendő első hírét. Az önkormányzat a saját eszközeiből, amit fejleszteni tud, azt megteszi. Egy példát hadd említsek, hogy a postatérnek egy nagyon jelentős, több mint 200 forintos megépítése. A polgármester véletlenül bevallotta, hogy valójában mennyi pénz jutott 2015-ben az új főtér fejlesztésére. A közfelháborodást kiváltó bejelentés után Kondora István kénytelen volt új források után nézni. Ezért két mellékállást is vállalt. Lámpás éjjeliőri és nappali forgalom irányítói munkát végez. Ha közben a kezét nyújtja, bátran tegyenek bele pár forintot, városi fejlesztésekre gyűjt. Nehéz év áll Sárvár országgyűlési képviselője mögött. Számos fáradtságos tortúrát kellett túlélnie. Labdát pöcögtetett, hordót gurított, ágyúval lőtt. Évvégére így valami egészen másra vágyott, és megirigyelte a Mikulás az év nagy részében nyugodt életét. Így maga is télapú lett. Annyira beleélte magát a feladatba, hogy azóta is Mikulásnak képzeli magát. Hogy ne jegyem meg, és akkor tudod, jön csegged, és jó, kezdjük. Tetted legalább? Persze. Jó, oké. Okay. Jó, szilveszteri műsor előzetes elkészült, jó. Tehát ma a három falubusz át... Ne kezdődik. Egy Mikulás interjú. Na. Mit mondta Mikulás? Ne nevettest. Az év során többször problémát okozott, hogy a város helyettes vezetője magához akarta ragadni a kormányrudat, hogy ő szabjon útirányt Sárváron. Próbálkozott kis autóval, elektromos, majd léghajtásos autóval. Végül megnyugvást egy zárt helyiségben felállított, Forma 3-as versenyautóban talált az alpolgármester. Ez a műsor ad most lehetőséget arra is, hogy igazi sztárokat idézzünk meg, akik az idén Sárváról léptek fel. A közel 1000 néző mutatja, hogy gyakrabban lehetne egy-egy népszerű előadó a városban. A forgatás során tudtuk meg azt is, hogy a Korda György Balázs Klári párosnak saját rajongói klubja is van Sárváron. Köszönjük szépen! És érkezünk! Egyre száll a sok-sok gép madár. Reszkér, lopak a szélben a szél zsár. Reszkér, villognak egyre a lámpák. Reszkér, lepülni mindig szeretnék.
néha a véletlenek is segítik a híradó elkészültét. Így került hirtelen kamera elé egy pénzügyőr, pulóveres férfi a kirakodóvásáron. Vagy máskor még a rutinus nyilatkozó is bekapcsolva hagyja a mobiltelefonját. Sőt, annyira jól dolgoztunk az idei esztendőben, hogy mi már most elmondjuk a jövő év első hírét. Sokan visszaélnek a nyilvánossággal. A múzeum igazgatója, mikor megtudta, hogy hosszú évek után ez évben kimarad a szilveszteri műsorból, cselhez folyamodott. Oldhatatlan szereplés vágya miatt élőadásba hívatta fel magát és magára a figyelmet. Nem zavaró? De lehet, hogy belereszeg a mikrofonba, nem? Mi? Jó, oké. Akkor kezdhetjük. És édesanyához. De most fölveszem, most már mindegy, nem? Szia, édesanya! Az idei Simo Judás vásáron felbukkant egy önkéntes adóellenőr, aki szerint akkora volt a gond, hogy a NAV mellett a NATO-t is ide kell rendelni. Király vagy! Ez egy gyors interjú. Adok én interjút, őszintén megmondom, hogy a románok nem adnak számlát. Ki kéne hívni a NAV-ot, de gyorsan. A NAV-ot? Az milyen szervez, nem ismerem. A NATO-t is kihívnám, 5 perc alatt, drága uram, jönnek a darazsak. Január 9-én Sárváron tartják a megye bált. 25 évvel a rendszerváltás után először rendezik városunkban a rangos rendezvényt. A szervezők szerint akkora buli lesz, hogy feje tetejére áll majd a társaság. Munkatársaink már készülnek a fejreállt helyzetre. 2016 szinte a boldog békeidőket idézte szilveszterkor is. Olyan dolgokon kacaghattunk Sárváron, amik lassan a hétköznapjainká váltak. Az addigi fogadóráknál sokkal hatékonyabb módon az alpolgármester lélekutazás segítségével tartott kapcsolatot a sárvári polgárokkal. Több jogvédő szervezet is felhívta a figyelmet, hogy veszélybe került Sárváron a sajtószabadság. Nagy lábon éltek és dőzsöltek a város és a megye megválasztott vezetői, visszaélve hatalmukkal. Ezért a Sárváron működő ellenzéki pártok újra számoltatták a sört. Kerékpáros népszórakoztató program indult a településen. Sok feszültséggel terhelt Sárvár hangzott el a képviselőtestület ülésén. A város első embere egy elektromos autót rendelt a polgármesteri hivatalnak. Új látványossággal gyarapodott a város, az arborétum mellett kiépült a táblaerdő. Köszöntjük kedves nézőinket a Sárvári Televízió idei utolsó Hideg félkor című híradó műsorában. Adásunk tartalmából. Léleklátás a fogadó órák helye. Vita a sajtószabadságról. Az ellenzék újra számoltatta a sört. Mulatós képzés a szomszédvárban. Villanyautó vezeti le a feszültséget. Elkészült a városi táblaerdő. Az eddigi fogadóóráknál sokkal hatékonyabb módon fogja a város lakóinak problémáit megtudni az alpolgármester. Lélekutazás segítségével járja végig a sárvári polgárok elméit, hogy tőlük közvetlen módon szerezzen tudomást az őket foglalkoztató gondokról. Egy magyar guru spirituális erejének igénybevételével végrehajtott művelet sokkal praktikusabb az eddigieknél. Ugyanis nincs várakozás és sorban állás a fogadóórákon. Az alpolgármester egyből értesül mindenről. Az új technika alkalmazásának kibővítése során azt tervezik, hogy a jogi tehetségét kihasználva a város azt az üzenetet juttatja majd el pszichikai úton, hogy senkinek sincs semmi problémája. Ehhez önnek csak ezt a híradót kell néznie. Csak ezt a híradót kell néznie, nyugodtan hátradőlve, hisz önnek nincs semmi problémája. Több jogvédő szervezet felhívta a figyelmet, hogy veszélybe került Sárváron a sajtószabadság. Egy titkos felvételt közzétéve mutatták be, hogy a polgármester már a riporterek szerepét is átvette a helyi médiában. A saját mikrofonálványa lett önmagának, jegyezték meg a jogvédők.
Egy szakértő ugyanakkor arra emlékeztetett, hogy lehet nem politikai motivációja van a sajtó kézi vezérlésének. Előfordulhat, hogy a város vezető egyszerűen szerepzavarban szenved. Így néha, mikor magához ragadja a média munkások eszközeit, nem tudja eldönteni, közszereplő vagy riportere az adott pillanatban. Nagy lábon élnek, dőzsölnek a város és a megye megválasztott vezetői, visszaélve hatalmukkal. Ezért a Sárváron működő ellenzéki pártok újra számoltatták a sört és az eltáncolt időt. A különböző rendezvényeken ingyen csapolt malátalé mennyiségéről valóban kiderült, hogy annak nem minden cseppje jutott a népnek szánt poharakba, hanem sok esetben a csapolók is megcsapolták a hordót. Válaszul az érintettek úgy védekeztek, hogy a minőség ellenőrzés nehéz feladatát is magukra vállalták ezzel. A táncra fordított időről viszont elmondható, hogy szabadidőben mindenki arra forog, amerre akar. Sok panasz érte a várost, hogy nincs elég népszórakoztató program Sárváron. Ha színház és mozi nincs is, de legalább egy kis mulató zene legyen, követelték a telepiek. A súlyos helyzet megoldása érdekében a polgármester ellátogatott a szomszéd városba, Celldömölkre, ahol mindezen felsorolt hiányosságok vannak, ottani kollégájától kérve gyakorlati segítséget. A szomszédolás jól sikerült. Piros bicikli, sajna na 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 na, merezd el a hajamat, úgysem hagyom magamat. Sejni bizni, piros bicikli, sajna na 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 na. Sok feszültséggel terhelt Sárvár, ami a település leépüléséhez vezet. Hangzott el a képviselőtestület ülésén. A város előrelátó első embere még ezt a látens feszültséget is arra használta ki, hogy egy elektromos autót rendelt a polgármesteri hivatalnak. Az utcákat járva az ott összegyűlt feszültség fogja hajtani a gépjárművet. Az ötlet sajnos kudarcba fulladt, mert nincs elég feszültség Sárváron. Új látványossággal gyarapodott az elmúlt időszakban Sárvár. Az arborétum mellett kiépült a táblaerdő is. Utasításaikat illik betartani, azonban hiába a behajtani tilos tábla, mégiscsak el kell indulnunk az új évbe. Alakuljon, akárhogy is az előttünk álló esztendő, kedves vezetőink és hivatalnokaink egyről gondoskodtak, hogy 2017-ben se menjen senki városunkban a falnak. A híradó után most egy sport témával folytatjuk, hiszen a 2016-os esztendő legnagyobb sporteseménye az olimpia volt, és alig, hogy lezárult a rendezvény, illetve az, hogy szurkolhattunk a magyar sportolóknak, mert elkezdődtek a készületek a Magyarország által megrendezendő olimpiára, a pályázatra. De nekünk is van ezzel kapcsolatban a hírünk. Természetesen, hiszen mi is tovább gondoltuk, mi történne akkor, ha Sárvár rendezné az olimpiai játékokat. Ennek a fejleményeit mutatjuk be a következő bejátszásunkban. Hatalmas bejelentést tett Sárvár városa 2016. december 31-én. A település megpályázza a nyári olimpiai rendezési jogát.
A hír azonnal végigfutott a világ sajtón, az elemzők pedig jó esélyt adtak a városnak, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság reformprogramja az Agenda 2020 alapján arra kell törekedni, hogy a korábbiaknál több vidéki helyszín is részese legyen a rendezésnek. Az aspiráló Budapest szintén elbizonytalanodott, hisz ők nem vidéki, hanem egy főváros. A NOP küldöttsége is elindult már Sárvárra, de egyelőre Pesten lent ragadtak a 3-as metró egyik alagútjában, tovább növelve ezzel is a vasi város esélyeit. Közben Sárvár már gőzerővel kezdte meg az előkészületeket. A város alapgondolata az újrahasznosított olimpia volt. A hivatalos reklámfilm is erre épült, amelyben a város első embere maga is közreműködött. Emellett megalakult a város olimpiai terveinek fő támogató szervezete, a SOM, azaz a Sárvári Olimpiáért Mozgalom is, amelynek vezetője Márti Vadar. A sportszakember úgy véli, Sárvár gazdasági fejlődésének ívébe beleilleszkedik az olimpia megrendezése. Demonstratív jelleggel is mondhatjuk és mutathatjuk, hogy a mi városunk az valóban mozog, valóban él, és valóban azok a szép körülmények, amelyeket egyébként magunkainak tudhatunk, azt meg is tudjuk tartalommal tölteni. Legyen az egyébként igaz a kultúrára, de talán most a sportról jobban beszélhetünk, tehát a sportra is igaz mindez. Körvonalazódnak már az olimpia helyszínei is. Az újrahasznosítás jegyében a hegyi kerékpárverseny például a rekultivált volt hegyközségi szeméttelepen bonyolítják majd. Kerékpáros versenyek voltak régóta a világban, Magyarországon is értelemszerűen. Nekünk most sikerült ez. Nyilván nem mögött van egy kis lobby munka, köszönhetően jó néhány olyan segítő embernek, aki hát sokat megtett azért, hogy a keresztül menjen ez a verseny a városon. Az olimpia főbb színterei a már meglévő közösségi terek lesznek. Az egyik Nádasdy vár környéke. A várparkolóban egy 20 000-es szabadtéri csarnok épül, a maratonfutás befutója a Várhídján lesz. A vízilabda eseményei a főtéri szökőkútnál kaptak helyet. A postatér csobogójánál lesznek a közkedvelt úszószámok. A városkép több helyen is jelentős változáson megy majd át. A volt koronaszálló helyén egy 10 000 fős fedett aréna épül, a Vadkert körút mellett a téglagyári tó lefedésével készül el az atlétikai stadion. Az eseményre a sárvári sportolók is készülnek, hisz mint rendezők minden számban indulhatnak. A helyi média is készül az eseményekre, ugyanis a sok versenyszám közvetítése jelentős munkát ad, amihez kell a megfelelő állóképesség is. Az előkészületeket értékelve a SOM elnöke bizakodó. Talán az a sok előkészítő munka, amit az elmúlt években ebbe a sportmozgalomba már beletettünk, igazából sok szervező munka, mert azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az események meg amúgy ingyenesek, tehát, hogy mindenki szabadon részt vehet rajta, és talán ez benne a legnagyszerűbb, és mutatja azt, hogy a városban igenis van egy dinamizmus, van benne élet. Ha mégsem Sárvár nyerni el az olimpiát, a képviselőtestület úgy döntött, hogy akkor is megrendezzük az eseményt. A grandiózus tervek mellé akkor már csak egy egyszerű városi sportcsarnokot kell már felépíteni. ...2017-ben indult el a Sárvár Rádió, és itt is élesedett a migránsválság. Az év csendes napjain a következő hírek borzolták a kedélyeket. A migránsválság bevezetése óta egyre nagyobb terrorveszélyt jelentenek az ideérkező idegenek. A sárvári Nádasdy Történelmi Fesztiválra érkező oszmán harcosok felkeltették a terror elhárító központ ügynökeinek is a figyelmét. A 2017-es év nagy újdonságot hozott a sárvári média életében, a kereskedelmi rádió indulása miatt sokan jelentkeztek riporternek. A tér felújítása miatt reklamált a Hilt Park építőmunkás szobra. A város az év során jelentős intézmény átalakításokról döntött, ezek között szerepelt a Nádasdy várban működő intézmények összevonása. Önök most nem a Sárvár Rádiót hallgatják, hanem a Sárvári TV-t nézik. Ez most már tényleg a Sárvári Televízió szilveszteri hírösszefoglalója.
Ez évi utolsó híradónkban a következő témákkal foglalkozunk. Reklamált a Hildparki építőmunkás szobra. A TEK is részt vett a történelmi csatában. Sokan jelentkeztek riporternek. Kerékpárra pattant a város. Reklamált a Hildpark téri építőmunkás szobor. A tér felújítása során először elmozdították jelenlegi pozíciójából, majd áthelyezték. Így egészen új megvilágításba került az alakja. Így fogalmazott. Kicsit zavar, hogy ki van a hátsó felem. Eddig is ki volt, de nem látszott, mert senki sem nézett a szobrom mögé a régi helyen. Most, hogy áthelyeztek, kilátszik mindenem. Persze mindegy, majd megszokom az új helyet, mert ha ránézek a másik szoborra, akkor azért látom. Nekem nagyobb szerencsém volt, mint most Szilveszter Jánosnak. Az ügyben megkérdeztük az új szobor kompozíciót is, de ő nem akart nyilatkozni, és azt kérte, ne is mutassuk közelről. A TEK is részt vett a történelmi csatában. A migránsválság bevezetése óta egyre nagyobb veszélyt jelentenek az ideérkező idegenek. A Sárvári Nádasdy Történelmi Fesztiválra érkező iszlám harcosok is felkeltették a terrorelhárító központ figyelmét. Egy magányos merénylő azonban így is megzavarta a fesztivál hivatalos megnyitóját. Egy arab terrorista, Ibrahim Kondora, Török Bálint néven szivárgott a magyar keresztény táborba, és a bombáknál is veszélyesebb fegyverekkel, rémhírterjesztéssel és sajtónyilatkozatok tételével rombolta a magyarok harci kedvét. A térfigyelő kamera képein jól látszik, hogy Ibrahimot végül az önfeláldozó alpolgármesternek, Teodor Márnak sikerült ártalmatlanná tennie. Sokan jelentkeztek riporternek. Az idei év nagy újdonságot hozott a sárvári média életében. A kereskedelmi rádió indulása miatt sokan jelentkeztek riporternek. A jelöltek próba lehetőséget kaptak tehetségük kipróbálására. A riportok elkészítésére különböző helyszíneken kaptak lehetőséget. Mikrofonnal a kézben még nagyobb magabiztosságot érzünk, fogalmazták megérzéseiket a jelöltek. A sikeresnek induló kísérletek azonban mind kudarcba fulladtak, mivel eddigi munkájuk miatt túl sok szót nem adtak interjú alanyaiknak. A bukott riporter jelöltek első felháborodásukban többször megzavarták a valódi média munkáját. Szerencsére a kísérletek végeztével mindenki visszatért eredeti választott, illetve újra választott foglalkozásához. Kerékpárra pattant a város. Idén sárvári csapat lett a kerékpáros iskola kupa országos bajnoka. A Sárváron rendezett versenytől kedvet kapva a város vezetői is kerékpárra pattantak. Igaz, nem a veszélyes közutakon kanyarodtak végig, és rendőri kísérletet sem igénybe véve, csak a szökőkút körül kerekeztek körbe. Így még jobban nyerekben érezzük magunkat, mint eddig, mondták el egybehangzóan. A lábmunka érdekében még külön edzéseket is tartottak. Továbbá egy különleges biciklit is igénybe vettek, aminek segítségével olyan gyorsan tekerhetnek, hogy ellenfeleik nem tudják majd utolérni őket. A politikusok a pedározás társadalmi fontosságát is kiemelték, ugyanis ha nem hajtunk, akkor behúzhatjuk a féket. Reméljük, hogy a következő évben erre nem kerül sor, hisz jövőre a város ünnepli 50 éves jubileumát. Így nem volna célszerű kiesni az eddigi lendületből. Viszontlátásra! Illetve hallásra! 2018-ban is! 2018 a városalvatás 50 éves jubileuma volt. A Sárvári Média Központ ezt méltó módon zárta. Kapcsolatba lépett a 2068-as helyi médiával, híreket hozva a város 100. születésnapjáról. 50 év múlva erről szólnak a hírek. A város 100. születésnapjára készülve visszabontották a Nádasdy várat az eredeti lakótornyáig. Megemlékeztek, hogy 40 éve jött létre az ország első állami templom kórháza Sárváron Kessler Miklós akkori miniszter kezdeményezésére. A Sárvárfürdőn bemutatták az élet vizét a város 100. születésnapján. A celldömölki részönkormányzat tiltakozott, mert nem készült el a Mártivadar sugárút meghosszabbítása a Sághegyig.
Jó ütemben halad az idén 50 éves multifunkcionális csarnok visszabontása. A vár lakótoronnyá alakítása adta az ötletet a sportcsarnok épületének az egyszerűsítéséhez is. Először is szeretném megköszönni, hogy segítséget kaptunk a Hightech Labortól, hogy 2068-szal fel tudjuk venni akkori kollégáinkkal a kapcsolatot. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek. Mi áll ennek a hátterében? Mennyi munkát adott a Hightech Labornak, hogy végül sikerült felvennünk a kapcsolatot kollégáinkkal? Nem kis munkát adtatok számunkra, de meg tudtuk oldani. A 3D-s nyomtató segítségével végül létrehoztunk egy új elemet, aminek egy eredményeként egy olyan eszköz sikerült előállítani, aminek az eredményeként össze tudjuk hozni ezt a kapcsolatot. Igaz, hogy nem a valóságban, hanem csak jelátvitel formájában, de sikerült létrehozni ezt a kapcsolatot. Valamilyen tudományos kutatás megalapozta a Hightech Laborban elvégzett eddigi munkák. Mi hozta a sikert végülnek? Hát úgy gondolom, hogy a kvantummechanika és a Hoore-elmélet, tehát most már ezt itt tanítjuk a laborban nagyon régóta, és ennek a segítségével sikerült ezt az eredményt elérnünk. Állítólag a Világ Einstein Bizottság is már érdeklődik az elem iránt. Mi lehet a jövője ennek a felfedezésnek, azon túl, hogy kapcsolatba sikerült lépnünk? Hát igazából a határa csillagosség, tehát én azt gondolom, hogy ez csak az első lépés volt az emberiségnek, és akkor a következő pedig az, hogy egész kolóniákat tudunk most már átküldeni esetleg más univerzumokba. Nem tudom, hogy van-e valami ötleted arra vonatkozóan, hogy ki legyen az első kolónia, tehát egész Sárvárt teleportáljuk, vagy maradjunk inkább helyben. Én azt gondolom, hogy a jövőbe portáljuk magunkat mi, és jöjjünk vissza azzal az információval, hiszen ez a legmegbízhatóbb, hogy nem avatkoztunk be az ő sorsukba, csak a sajátunkba. Ezzel talán egyet is lehetne érteni? Abszolút egyetértek ezzel, és azt gondolom, maradjunk csak így. Bizonyos információkat megtudunk, de nagyon jó helyen vagyunk itt. Köszönöm szépen, neve egyetértünk. A város 100. születésnapjára készülve visszabontották a Nádasdi várat az eredeti lakótoronyig. A sárváriak és a turisták is megdöbbenéssel fogadták elsőként az intézkedést. Azonban a szakértői vélemények megállapították, hogy a középkorban a torony volt az eredeti építmény, így annak visszaállítása hiteles képet ad. Végül az győzött meg mindenkit, hogy a város címere is az eredeti lakótornyot ábrázolja. Azon túl kiderült, hogy az ötlet gazdája a Takács Zoltán Bálint Múzeum első névadó igazgatója, aki Sárvár 50 éves jubileumára még csak a vár kapuit bontotta le. Az elődök iránti tiszteletből és a műemlékvédelmi szempontból is jelentős beavatkozás után egyre többen pihennek a természet lágy ölén az egykori falak helyén. Megemlékeztek, hogy 40 éve jött létre az ország első állami templomkórháza Sárváron, Kessler Miklós akkori miniszter kezdeményezésére. Azóta az ország összes gyógyító intézményét ehhez hasonlóvá alakították át Kessler Miklós miniszter útmutatásai alapján, miszerint a 10 parancsolat gyógyít. A kórházak és a templomok tevékenységének összehangolását a munkaerőpiaci és költségvetési helyzet is indokolttá tette. Magyarország első templomkórházát a miniszter városába hozták létre, mivel Sárváron található mindkét érintett intézmény elnevezése Szent László volt, megkönnyítve ezzel az egyesítést. Azóta a sárvári példa nyomán minden gyógyító hely ilyen formában működik, sikerágazattá téve a magyar egészségügyet. A Sárvárfürdőn bemutatták az életvizét a város 100. születésnapján. Az életvize az elmúlt 50 év során alakult ki a város alatt található vízrétegek között. Ugyanis a Szent László templomkórházban történt csodálatos gyógyulások után a betegek sós örömkönnyei egy zárványban gyűltek össze, és a rétegen átfolyó víz különleges vegyületté alakult át. A hidrobiológiai és orvosi kutatások bebizonyították, hogy a víz különleges életerővel bír a benne lévő hatóanyagok alapján. Emellett az egyház is elismerte a víz csodás hatásait a vízfakasztó Szent Lászlóra hivatkozva. A föld alatti réteg ezért a bibliai élet sója elnevezést kapta, és a víz is így lett az élet vize. Időközben a gyöngyös medréből forrásként is feltört az élet vize, és az arborétum tavába vízesésként érkezik. A forrás vizét kezdte el palackozni a Sárvárfürdő a városjubileum alkalmából.
A celldömölki részönkormányzat tiltakozik, mert a mai napig nem készült el a Mártivadar sugárút meghosszabbítása a Sághegyig. Kelet-Német Zsolt kisebbségi képviselő kifejtette, mindig is másodrendű állampolgárnak érezték magukat Sárvár árnyékában, pedig településrészükön a légivasút még mindig jelentős. A celiek közösségi érzése erősödne a sugárút megépülésével. Harmadik Kondora Ferenc, a város polgárok kegyelméből választott vezetője kijelentette, hogy a türelmetlenség soha nem vezetett jóra. A Mártivadar sugárút kiépülése is hosszabb folyamat eredménye. Először a csatlakozott települések irányába Sitke és Gérce felé épült ki, és most Kemenesalja társulásával megérkezik majd a Sághegyre is a vágyott városi sztráda. Jó ütemben halad az idén 50 éves multifunkcionális csarnok visszabontása. A vár lakótoronnyá alakítása adta az ötletet a sportcsarnok épületének is az egyszerűsítéséhez. A minimalista építészeti irányzat találkozik a költséghatékony fenntartással. Kezdetben sokan értetlenkedtek az épület földfeletti részének a megszüntetésén, ám a sportolók és a szurkolók belátták, hogy kicsinyes, rövidtávú kényelmi érdekeiknél sokkal fontosabb az új cél, a sárvári olimpia megrendezésének a lehetősége. Ugyanis 50 évvel ezelőtt olyan magasra rúgtak az olimpiák rendezési költségei, hogy egyetlen város sem vállalkozott a megrendezésre, ekkor Sárvár egyszer már jelentkezett a nyári olimpiai játékok megrendezésére, sajnos sikertelenül. Azóta visszatértek a régi görög olimpiák megtartásához, egyszerű, spártai körülmények közé. Az új pályázatban az elbontott épület lehetne a sárvári olimpia központi helyszíne. ...2019 mozgalmas év volt Sárváron. Választásokat tartottak, és sok jelentős beruházást avattak fel a városban. Tavaly ezzel zártuk az évet. Visszatértek alapföldi klímakutatók városunkba. Két választás is volt Sárváron, a jelöltek fűtfát ígértek és ültettek is. A város újraválasztott polgármestere a kampányban azt fontolgatta, hogy kolbászból lesz a kerítés. Sárváron rendezték a dal döntőjét. Az ország legjobb együttesei zenekarai léptek fel városunkban. A városjubileum kapcsán Sárváron több új épületet is emeltek a zeneházától az arénáig. Az új ingatlanok minden hatását vizsgálva kimutatták, hogy csökkenteni kell az emberek bezártságérzetét, így ennek ellensúlyozására itt adták át az ország első szabadtéri kórházát. Közel 10 km hosszban létesültek új kerékpárutak a városban több irányban, azonban a hatóság kötelezte a várost, hogy még egyszer építse meg a már elkészült kerékpárutakat. Jó estét kívánok! Önök a Sárvári Televízió hírek majdnem éjfélkor című műsorát látják. Nézzük szilveszteri híradónk tartalmát. Visszatértek a lapföldi klímakutatók városunkba. Mégsem lesz kolbászból a kerítés. Sárváron rendezik a dal döntőjét. Az országban itt létesült elsőként szabadtéri kórház. Kerékpárutak létesülnek a kerékpárutak helyén. Visszatértek a lapföldi klímakutatók városunkba. Több éves távollét után az adventi vásár idején teljesítenek Sárváron szolgálatot, mint elmondták, a tavaszi télben nap mint nap életveszélyben vannak. Viszont így sokszorozzák meg végső küzdelmüket a globális felmelegedés ellen. Nehéz helyzetben vagyunk, mert a globális felmelegedés hatása mindenütt fenyeget bennünket. Az életünkért harcolunk, ha nem találjuk meg a lehűlés lehetőségét. A fagyos magyar közéleti viszonyok azért adnak erre némi esélyt, fejezte ki reményét a két klímakutató. Két választás is volt Sárváron. A jelöltek fűtfát ígértek és ültettek is. A város újraválasztott polgármestere a kampányban azt fontolgatta, hogy kolbászból lesz a kerítés. Ezügyben tárgyalt a város húsfeldolgozóival és a pénzügyminiszterrel is.
Az első megbeszélésen részt vett a kormány pénzügyminisztere is, aki óvatosan támogatta az elképzelést. A másik húsüzem viszont már meg is kezdte a kolbászkerítés gyártását. Sárváron híre ment az ügynek, és válaszul az ellenzéki Csempe TV egy titkos videót mutatott be, hogy miként gyűjti a polgármester a voksokat. A lefegyverző tény hatására a város első embere elállt a kolbászkerítés megépítésétől. Sárváron rendezik a dal döntőjét. Az ország legjobb együttesei, zenekarai léptek fel Sárváron. A művészek mind hangosan dicsérték a Rába Parti koncerthelyszínt, eljuttatva a hírt a legnevesebb zeneszervezőkhöz is. Így esett a választás a sárvári koncerthelyszínre. A postatér hangulata minden producert meggyőzött. Az öreg rockerek és a feltörekvő fiatal tehetségek egyaránt elkesedtek. Azonban a műsorszervező közmédia időközben lemondta a győztes indulását az Eurovíziós Dalfesztiválon. A zenekarok halva a bejelentést lassan visszakoztak. Végül a környék lakói legnagyobb örömüket kifejezve adták elő Beethoven örömódáját. A városjubileum kapcsán Sárváron több új épületet is emeltek a zeneházától az arénáig. Az új ingatlanok minden hatását vizsgálva kimutatták, hogy csökkenteni kell az emberek bezártság érzetét, így ennek ellensúlyozására itt adták át az ország első szabadtéri kórházát. A környezettudatos döntéshez a Nemzeti Zöld Mozgalom is csatlakozott. Javaslatot téve arra, ha esetleg nem sikerülne a kórházi kezelés, akkor csak a zöld felület megőrzése érdekében egyszerűen a fi alá temessék el az elhunytakat, maximum egy fa csemetét helyezzenek az érintetre. Az ötlet hallatán a sárvári sírásoknak is gyökere eresztett a lába. Közel 10 kilométer hosszban létesültek új kerékpárutak a város több irányában. Azonban most derült ki, hogy a beruházási szerződések aláírásakor egyel több példányt hitelesítettek az egyik hivatalnok hibájából. Így a hatóság kötelezte a várost, hogy még egyszer építse meg a kerékpárutakat. A legegyszerűbb megoldásnak az tűnt, hogy visszafelé teszik meg a projekt fázisait, majd ismét felgyorsítva a kivitelezés folyamatát újra átadják a kerékpárutakat. A költséghatékony elgondolással sokat spórolt a város. Ez volt a hírek majdnem éjfélkor az év görbetükre. Mindjárt 20 óra 20, vagyis 2020, pontosabban 2020, amihez boldog új évet kívánunk. Az idei pandémiás év számos álmunkat, vágyunkat elkergette, de azért reméljük, hogy 2021-ben lekerülhetnek a maszkok, és újra mosolyt csalhatunk az emberek arcára. Reméljük, hogy hamarosan városunkba is visszatérhet az élet, és jövőre tovább folytatódhat Sárvár 21. századi sikertörténete. Műsorunk zárásaként Kondora István polgármester újévi köszöntőjét hallhatják. Tisztelt sárváriak! Itt van az év vége, és a hagyományoknak megfelelően érdemes néhány gondolatba mérleget vonni az elmúlt évről. Néhány nappal ezelőtt hagytuk el karácsony szent ünnepét, egy kicsit más formában, családias körben, de azt gondolom, hogy az ünnephez nagyon is méltó módon. Megragadom az alkalmat, hogy a köszönet és a hála kifejezéseképpen elsősorban azoknak köszönjem meg a munkáját, akik ebben a vészterhes időben a legtöbbet tettek értünk, az egészségügyben dolgozó orvosok, ápolók, asszisztensek, a házi orvosok, a pedagógusok és a rendvédelmi szerveknek a dolgozói, mert hiszen ők voltak azok,
akik vigyáztak ránk. Ha mérleget vonunk, akkor az ezévi sikereink és sajnos kudarcaink is összeadódnak. Én mégis azt mondom, hogy én a sikerekben bízom, a sikerekre gondolok elsősorban. Mert a sikerek azok, amelyek előre viszik az életünket. Volt jó, volt rossz, volt öröm és volt bánat ebben az évben. Amikor átlépjük az év szimbolikus határát, egy pillanatra, mintha megszűnne az idő vonzása, mintha egy pillanatra a léten kívül lennénk, aztán jön az új év, amikor új remények ébrednek bennünk. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ezek az új remények váljanak valóra, váljanak tettekké, és akkor bizakodhatunk abban, hogy egyesült erővel együtt legyőzzük a legnagyobb nehézségeket is. Boldog új évet kívánok mindenkinek! Kedves egészségünkre!